Szervusztok, szervusztok! Na hát, amit láttok, az itt a nyugati pályaudvarnak az a csarnoka, amit most nemrégiben újítottak föl, immár át van adva, és hát itt persze természetesen a vonatok is már közlekednek, ezt is láthatjátok. Na hát, mai nap ugye azt ígértem nektek, hogy fogom tartani a kis gondolataimat, gondolatmegosztásomat, agymenésemet, inkább így mondom, avval kapcsolatosan, hogy változás, és hát itt most a nyugati pályaudvar az kétféle módon is szimbolizálja ezt a dolgot. Egyrészt ugye változott maga a csarnok, az érkező csarnok, ha másképp nem, akkor szerkezetében, ugye, mert most ezt felújították, valamint ugye egy út, tehát az, aki ide jön, az valamilyen utat indít el, valahová elindul, valamilyen útra készül, és ez megint csak érdekes, mert a változás maga az egy út. Most lejövök innen, és kicsit itt olyan helyre teszem magamat, ahol le tudok ülni, tudunk beszélgetni egymással, ígyni, és már is megfordítom a képet. Igen, itt vagyok a West End City-nek a tetején, már is letámasztom a gépeket, és fordítom a kamerát, hogy lássatok, és aztán utána természetesen be is fogom majd állítani, hogy, na, fordítom a kamerát, igen, hogy lássatok engem. Igen, ilyenkor mindig az, hogy egy picit mindig magasabbra kell venni, így, és így már biztosan jó lesz. Na, gyerekek, beszélgessünk a változásról, arról a változásról, amiről azt mondják, hogy az örök. Egy filmmel szeretném kezdeni a mai beszélgetést. A filmnek a címe, Ha eljön Joe Black. Láttátok már ezt a filmet? Ha nem, nagyon ajánlom. Édesanyámmal a nyugatinál nagyon jó. Oké, pont itt vagytok akkor. Én meg itt vagyok a West End tetejénél. Ha még nem láttátok ezt a filmet, akkor javaslom, hogy nézzétek meg. Anthony Hopkins és Brad Pitt a két főszereplő. Anthony Hopkins egy 60 éves, nagyon sikeres vállalkozót alakít, Brad Pitt pedig nem mást személyisít meg, mint magát a halált. Na hát, a filmben van egy mondat. A mondat így hangzik. Az életben két dolog biztos. A halál és az adók. Ez megragad így a Brad Pittnek, mint a főszereplőnek a fejében, és figyelmét oda hívja. Igen, a halál és az adók. Nagyon jó, igen. Na, én ezt még kiegészíteném még egyetlen egy dologgal, és ez pedig az, hogy a tehén szarpa sohasem esik az élére. Hát ez az, ami biztos az életünkben. Amúgy különben minden egyéb más bizonytalan, és nekünk nincs más dolgunk, mint hogy a változást a saját, tehát beállítani, hogy a saját malmunkra hajtsa a vizet, és hogy segítsen nekünk. Valamiért megpróbálom ezt... Megpróbálom ezt az integetést visszaadni, de nem sikerül. Mindegy, a lényeg az az, hogy itt vagy velem, köszönöm szépen, és hogy meghallgatsz. Na hát... A változással kapcsolatosan alapvetően nagyon sokan nagyon sok mindent mondtak már. Például, hogyha azt mondjuk, hogy van egy origópont, és ebből az origóból elindul kettő darab egyenes vonal. És egyetlen egy szög másodperccel, tehát nem fok, nem szög perc, tehát tudod, ilyen földrajzi szélességben, vagy gondol,
mértékegységben gondolkozok, egyetlen egy szög másodperccel eltér a két vonal egymástól, akkor csak nézd meg, hogy mit tudom én, 1000 kilométer múlva, vagy 10 000 kilométer múlva mekkora a távolság már úgy a kettő között. És valami elképesztő földrészeket választanak el. Az, hogy te az indulásnál egyetlen egy szög másodperccel tértél csak el. Mondok egy másik példát, ahogy mondtam, mostanában egyre többször hallgatom Lengyel Sándort, és Lengyel Sándor konkrétan azt mondta, amikor ő a változásról beszél, hogy a változás az nem egy kényszer indítja el, tehát nem belső kényszer indítja el, hanem egyszerűen csak te saját magad egy döntést hozol, hogy valamiben változtatsz. Persze, sok esetben van, amikor a külső körülményekre fogod azt, hogy a külső körülmények hatása is benne van abban, hogy te miért változtatsz, de az igazság az, hogy a változtatást az te saját magad döntöd el, és a változás az mindig apró pici lépéseknek az összege, a nagy változás. Na, hogy ezt jobban értsed, ezért most egy másik példát hozok neked. Szabó Pétert biztosan ismered. Szabó Péter nemrég ezelőtt csinált egy interjút egy Surányi Ferenc nevezetű fiatalemberrel. Surányi Ferit, hát én személyesen már szerintem 15 éve biztosan ismerem. Ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, mert én ott voltam több olyan rendezvényen, amit ő szervezett, és annak idején ő csinálta a VHK-t, vagyis a Vállalkoz Hatékonyan klubot, ahol nagyon sok ilyen rendezvényt szervezett, nagyon sokszor volt előadó, és volt olyan, amikor egy asztalnál ültünk, beszélgettünk egymással, és őneki van egy úgynevezett profit egyenlege. És ez azt jelenti, hogy a profit egyenlegben azt mondja, hogy a profit képzése az úgy alakul, hogy azt mondja, hogy tehát a termék eladásához rakódó összes kiadás mínusz a termék előállításához rakódó összes kiadás, hát ott van egy bizonyos árrés, ugye, amikor eljut magához a vevőhöz, meg amikor bekerül a raktárba, és akkor ezt meg kell még szorozni, ez itt zárójelben van, és ezt meg kell szorozni a darabszámmal, ami abban a hónapban elment. És azt mondja, hogy hogyha az összetevőkből csak 5%-ot változtatunk meg, tehát 5%-kal több bevételt tudunk elérni, például azzal, hogy egy plusz bónuszt adunk hozzá, vagy megemeljük az árat. Ha 5%-kal kevesebb lesz a kiadás, megegyezünk valami beszállítóval, vagy egy olcsóbb fuvarozót keresünk, vagy valami, vagy a csomagoláson tudunk valamit változtatni, tehát ha 5% és 5%-kal növelni tudjuk az eladott darabszámot, akkor a végeredmény az előző számhoz képest 4-szeres vagy 5-szörös lesz. 4-szeres vagy 5-szörös. Elképesztő. Hihetetlen. És azért beszélek most a változásról, mert ugye mi magunk is folyamatosan változásban vagyunk, és egy változási folyamat vesz minket körbe. Ugyebár azt is észrevettétek, hogy az offline világ, tehát az a régi, eddig bevett és eredményesen működő módszer, miszerint, hogy találkozzunk valakivel személyesen, igyunk meg egy kávét, beszélgessünk, és akkor beszéljünk az üzletről is, hát ennek azért már, hát nem, szóval nem sok jövője van. Nem tudom, hogy te próbálkoztál-e ezzel, nem tudom, hogy vissza akartál-e már térni erre az üzletkötési formára, hát ha igen, akkor nagy valószínűséggel tapasztaltál már némi ellenállást. Viszont az online pedig
Hát szakemberek szerint most az online értékesítés és egyáltalán maga az online kommunikáció egy év alatt a 36-szorosára növekedett, tehát mint egy 6 évet sűrítettünk bele ebbe az elmúlt hát 10-valahány hónapba, tehát ennyivel növekedett az online dolog. Hiszen nézzük meg, most mi is itt ugye online beszélgetünk. Én ugye itt vagyok Budapesten, a West End tetején, te pedig nézed valahonnan az ország valamelyik pontjáról, vagy a világ valamelyik pontjáról, és hallgatod azt, amit én mondom. Tehát az online kommunikáció az most már egyre erőteljesebb és egyre nagyobb teret nyer. Ezt így azt hiszem ki lehet jelenteni. És mivel ez a változás itt van az életünkben, ezért bizony neked is apró lépésekben el kell indulni a változás felé, és ki kell használnod ezt a fajta, hát mit mondjam, a felhajtóerő. Milyen felhajtóerőről beszélek én? Konkrétan a közösségi médiáknak a felhajtó erejéről beszélek. Hiszen, hogyha használjuk a közösségi média felhajtó erejét, Facebookot, Instagramot, Twittert, YouTube-ot, LinkedIn-t, ha csak ezeket, ezt az ötöt így mondom, akkor már is, és ezt folyamatosan csináljuk, nagyjából ugyanazt fogjuk elérni, mint amikor ugye, ahogy mondtam, az origóból, tehát a kezdőpontból a két vonal, nem párhuzamosan megy, hanem egy egészen picit, egyetlen egy szög másodperccel eltér. És akkor a végeredmény valami elképesztő növekedés lesz. Miért mondom ezt? Én magam is megélem, és én magam is átmegyek most ezen a folyamaton. Látom az eredményeket. Látom a visszajelzésekből, látom a mérésekből azt, hogy igenis hatalmas nagy változások vannak a számokban. Egyre több embert érek el, egyre több embertől kapok visszajelzést, egyre több ember hajlandó például megnézni a videóimat, egyre több ember hajlandó hosszabb ideig megnézni a videóimat, és ezek a számok azt mutatják, hogy igen, ezt a fajta változást meg lehet élni. Hogyan tudod ezt te saját magadnak és a saját magad hasznára fordítani? Hát apró lépések, itt is apró lépések. És menjünk oda, hogy például egy kisgyereket hogyan lehet rászoktatni arra, hogy minden áldottnak fogat mosson. Hát először is ugye dicsérettel. Először is ugye kell neki venni egy fogkefét, meg kell neki... Nem is így kezdjük. Ott kezdjük, hogy mi, mint szülők, megmutatjuk neki, hogy mi használjuk és rendszeresen mossuk a fogunkat azért, hogy ne lukadjon ki, hogy ne szúvasodjon, és hogy esztétikailag is, és persze természetesen ugye az egészségünk szempontjából is a fogaink azok rendben maradjanak. A kisgyerek azt látja, hogy igen, apa, anya megy és fogat mos este. És akkor veszünk neki is egy fogkefét. És akkor azt mondjuk, hogy megkérdezzük tőle, hogy na, mit szólsz hozzá, ha most te is megcsinálod azt, amit mi. Jó, rendben. Én ismerem, hát a gyerekek van, két gyermekem, három unokám, tudom, hogy ez történik. Igen, igen, én is akarom. És akkor ő is neki áll. Még ugyan nincsen rajta semmiféle paszta, hiszen minek? Hát az ő tejfogai azok még nem olyanok, hiszen azok lecserélődnek, tehát de attól függetlenül magát, a szokást, azt már el lehet indítani. És elindul maga a folyamat. Elkezdjük csinálni, és minden este, 21 napon keresztül legalább, minden este odahívjuk magunkhoz, és segítünk neki, és felügyeljük, hogy ő hogyan mossa a fogát. És tanítjuk, megmutatjuk, hogy hogyan kell kívül, hogyan kell belül, hogyan kell hátul, hogyan kell elől, és akkor szépen egyszer, és szépen-szépen ráfog. És megtörténik a csoda, és már ő magától jön, annélkül, hogy szólnánk, hogy ő jön, és fogat mos. Mert kialakult nálam szokás. A szokások azok, amik a leginkább tudják hozni a változást. Milyen
lépéseket tegyél te ahhoz, hogy nálad elinduljon a változás. Hát először is tanuld meg használni a te eszközeidet, amit van. Tanuld meg használni a mobilodat, az okostelefonodat, tanuld meg használni a tabletedet, ha van, tanuld meg használni a laptopodat, ha van, tanuld meg használni a számítógépedet, és kezdjél el képeket csinálni saját magadról azért, hogy ne csak a tükörben lásd magad, mert az egy megszokott dolog, és úgy általában, tehát a saját tapasztalatom az, hogy azért annyira nem is vesszük azt ott komolyan, amit ott látunk, inkább csak egy ellenőrzés, de nem tudatosítjuk magunkba, hogy azok ott mi vagyunk. Ellenben, amikor azt látjuk, hogy ott vagyunk hát mondhatnám így, hogy a képernyőn, vagy a kivetítőn, akkor már egészen másképpen viszonyulunk saját magunkhoz. Úristen, már megint milyen a hajam, Úristen, de karikás a szemem, Jézus Mária, hogy csillog a szemüvegem, meg még sok minden más, és amikor ezt végre kezdjük megszokni magunkat, egyre több képet készítünk különböző helyzetekben, reggel felkelés után, fogmosás után, fésülködés után, sminkelés után, ilyen ruhában, olyan ruhában, ilyen pózban, olyan pózban, tükörből, tükör nélkül, megkérünk valakit, hogy ő fényképezze le, vagy leállítunk egy állványt, és időzítéssel fényképezzük le saját magunkat. De lényeg az az, hogy itt szépen lassan elkezdjük belakni magát ezt a folyamatot. Elkezdjük érezni, hogy mikor és hogy tudunk olyan körülményeket teremteni, és olyan külalakot fölvenni, ami a számunkra is elfogadható, és azt mondom, hogy igen, ezt így már szívesen megmutatom a nagyvilágnak. Mert ugye, valljuk be őszintén, sok mindent nem szívesen mutatunk meg a nagyvilágnak. És akkor, amikor megtörtént az, hogy elfogadtam magam, most már jöhetnek a fényképek, akkor jön az első nagy lépés, az első videó. Az első videó, ahol semmi más nem csinálsz, csak annyit, hogy szervusz, üdvözöllek, én Debreceni Zoltán vagyok, és ma azért vagyok itt, hogy egy hatalmas nagy szeretett ölelést küldjek neked. Szervusz! És saját magadnak ezt így elmondod. Utána leállítod a videót, és visszanézed magadat. Nem fog tetszeni, ezt már most elmondom, de az, hogy nem fog tetszeni, az nem probléma, letörlöd. És utána csinálsz még egyet. És aztán, ha hiszed, ha nem, egy idő múlva már kezded megszokni, milyen a hangod, milyen a hanglejtésed, milyen a hangstílusod, hogyan keresgéled a szavakat, miközben beszélsz, mint ahogy én most, hogyan lépsz túl azon, hogy Úristen, most itt egy kamerának kell beszélni, és nincsen semmi visszajelzés, tehát ezeket mind szépen-szépen meg tudod csinálni. Amikor készen van egy videó, nem csinálsz más, törlöd. Megnézed, törlöd. Megnézed, törlöd. Mindaddig, ameddig azt nem mondod, hogy na, hát ez itt már elég jó. Egy idő után, itt belül kezded magadat elfogadni. Kezded elfogadni, hogy a hangod olyan, amilyen, a hajad esése olyan, amilyen, a füled úgy látszik ki, ahogy kilátszik, vagy nem látszik ki, a szemüveged az pont olyan, ahogy, amilyen, pont úgy áll, ahogy kell, a ráncok a homlokodon, az arcodon, azok úgy olyanok, amilyenek, és kezded így megszokni saját magadat, és amikor már kezded megszokni saját magad, akkor elkezdheted azt megcsinálni, hogy a videót, amit elkészítettél, azt nem törlöd, hanem kiteszed valahová. Például csinálsz saját magadnak egy csoportot. Egy Facebook csoportot. A saját magadnak csinálod, és oda feltöltöd ezt a videót. Senki nem fogja látni, hiszen ez a te saját csoportod, egyedül vagy benne,
ki tudná meg, senki, hogyha nem teszed közzé a csoportodnak az elérhetőségét. Tehát oda fölteszed. Mit gyakorolsz ezzel? Azt gyakorlod, hogy te technikailag is meg tudod azt valósítani, hogy a te általad elkészített videó immáron közzé van téve. És akkor, amikor közzé tetted, visszanézed. És akkor megint így elgondolkozol rajta, hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó, milyen volt, ilyen volt, olyan volt. És amikor itt tartasz, akkor jöhet a következő lépés, és ez pedig az, hogy nézel egy olyan videószerkesztő programot, aminek a használatát viszonylag könnyen, egyszerűen meg tudod tanulni. Na, egy picit arrébb megyek, gyerekek, mert itt a nap kezd már a szemembe sütni, és kezdek hunyorogni, és az úgy annyira nem jó. Ez az. Így. És a végén, a folyamatnak a végén, hát kinél rövidebb, kinél hosszabb idő alatt eljuttok oda, hogy meg fogjátok tudni tartani az első élő bemutató, vagy az első élő bejelentkezéseteket, az első élő posztotokat. Hát ezt már megelőzi sok-sok videó, amiket már ugye föltettél, és aztán utána, amikor már úgy gondolod, hogy már eléggé otthonosan mozogsz így a kamera előtt, eléggé természetesen tudod elmondani a gondolataidat, akkor aztán már mondhatjuk azt, hogy elindultál azon a folyamaton, amelynek a vége az, hogy bizony egyre több ember fog téged megismerni, egyre több ember fog téged kedvelni, és egyre több ember fogad majd a bizalmába. És az online jelenléthez, az online sikerekhez, az online csoportépítéshez ez egy elengedhetetlen folyamat. Na gyerekek, ennyit akartam mondani, ez volt a bevezető a változással kapcsolatosan. További részeket akarok majd még ebben kapcsolatosan. Hogy az mikor lesz, azt még pontosan nem tudom megmondani, remélhetőleg a héten még be fogok jelentkezni a változással, mint témával kapcsolatosan. Kétszer vagy háromszor ezt tervezem, aztán utána majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle, mi fog belőle kisülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál, csodálatos szép napot kívánok neked, ne felejtsd el, ma este hétfőn, este 8 órakor élő bemutatót fogok tartani, már készen van a bemutatom teljes anyaga, én szerintem elég ütős, elég hatékony, így hát, ha téged érint ez a téma, akkor mindenféleképpen keressél meg, menjél föl a rajongói oldalamra, ott meg fogod találni azt, hogy hol tudsz feliratkozni, és természetesen meg fogod kapni, hogy hol tudod megnézni ezt a ma esti élő bemutatót, ami természetesen az üzleti oldalamon, vagy mondhatjuk így, hogy rajongói oldalamon is meg lesz majd osztva. Mindenféleképpen tartsál velem, mert nagyon-nagyon izgalmas lesz ez a dolog. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltál. Szervusz, szervusz, szervusz.